Tisztelt Nagygyűlés! Kedves kollégák! Végtelenül sajnálom, hogy nem lehetek személyesen ebben a teremben. Nem vehetek részt a Magyar Szociológiai Társaság 2012-es évi nagygyűlésén, melynek előkészítésében az elnökséggel, a szekciókkal és a tagsággal részt vettem. Biztos vagyok abban, hogy miként az előző nagygyűlések sikeresek és emlékezetesek voltak, a 2012. évi rendezvény is sikeres lesz. 3 évvel ezelőtt választottak meg az MSZT elnökének. Feledhetetlen előző elnökünk, Németh Dénes reformtevékenységét folytatva, az elnökséggel, a szekciókkal és a tagsággal válvetve az elmúlt 3 évben konszolidáltuk a pénzügyeket, megtettük azokat a jogi lépéseket, melyek lehetővé tették a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlását a társaság javára, színvonalas honlapot működtettünk, megjelentettük az autonóm szociális szemlét, megteremtettük a biztonságos szervezeti működés feltételeit. Úgy gondoltam, hogy az eredmények megőrzése a további fejlődés biztosítása érdekében másodszor is kérem a bizalmat arra, hogy a Magyar Szociális Társaságot az elnökséggel, a szekciókkal és a tagsággal egyetértésben vezessem. A következő években a Magyar Szociális Társaságra nagyobb szükség lesz, mint valaha volt. A társaság által megjelenített és képviselt tudomány feladata, hogy mindenkiben, aki a magyar társadalomban mer és tud gondolkodni, tudatosítsa a múlt, a jelen és a jövő sajátos kontinuitását, mely nem a sorszerűség, a végzetszerűség, hanem az egyéni és kollektív választások sokfélesége által adott. A szociológia a társadalom tudományokkal együtt mindenki egyfajta GPS-e lehet, mely biztonságosabbá teszi az eligazodást a jövő felé vezető utak labirintusában. Szeretném, ha a Magyar Szociális Társaság tagjai az elkövetkező években kutatásaikkal, gondolataikkal, nyilvános megszólalásaikkal segítenék a magyar társadalmat abban, hogy ne veszítsen utat, ne tévedjen zsákutcába, ne ismételje meg a korábban élt generációk hibáit, hanem lépjen a szabadság, az egyenlőség, a testvériség útjára, mely a Bibó Szűcs Hajnal által megjelölt nyugati társadalomfejlődés útja. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy új paradigmákra, új kutatási irányokra, új együttműködési mintákra van szükség, amelyek alapja az elmúlt évtizedben radikálisan megváltozott társadalmi valóság. Itt Amerikában, ahol oktatási kötelezettségem miatt sajnos most nem mehettem Budapestre, nap mint nap látom és tapasztalom, hogy a mindenütt mindenki számára hozzáférhető internet milyen hihetetlen mértékű változást hozott a társadalmi együttélésben, a társadalmi szervezetek működésmódjában, a kulturális tartalmak létrehozásában és felhasználásában, az oktatásban, és nem utolsó sorban a politikában. Ezt a változást a szociológusoknak kell feltérképezniük. Kérem, hogyha megbíznak bennem, válasszanak meg újra a Magyar Szociális Társaság elnökének. Ígérem, hogy mint eddig, minden erővel azon leszek, hogy a magyar szociológia erősödjön és fejlődjön. Viszont látásra 2013-ban. Tisztelt Nagygyűlés! Kedves kollégák! Végtelenül sajnálom, hogy nem lehetek személyesen ebben a teremben. Nem vehetek részt a Magyar Szociológiai Társaság 2012-es évi nagygyűlésén, melynek előkészítésében az elnökséggel, a szekciókkal és a tagsággal részt vettem. Biztos vagyok abban, hogy miként az előző nagygyűlések sikeresek és emlékezetesek voltak, a 2012. évi rendezvény is sikeres lesz. 3 évvel ezelőtt választottak meg az MSZT elnökének. Feledhetetlen előző elnökünk, Németh Dénes reformtevékenységét folytatva, az elnökséggel, a szekciókkal és a tagsággal válvetve az elmúlt 3 évben konszolidáltuk a pénzügyeket, megtettük azokat a jogi lépéseket, melyek lehetővé tették a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlását a társaság javára, színvonalas honlapot működtettünk, megjelentettük az autonóm szociális szemlét, megteremtettük a biztonságos szervezeti működés feltételeit. Úgy gondoltam, hogy az eredmények megőrzése a további fejlődés biztosítása érdekében másodszor is kérem a bizalmat arra, hogy a Magyar Szociális Társaságot az elnökséggel, a szekciókkal és a tagsággal egyetértésben vezessem. A következő években a Magyar Szociális Társaságra nagyobb szükség lesz, mint valaha volt. A társaság által megjelenített
és képvisel tudomány feladata, hogy mindenkiben, aki a magyar társadalomban mer és tud gondolkodni, tudatosítsa a múlt, a jelen és a jövő sajátos kontinuitását, mely nem a sorszerűség, a végzetszerűség, hanem az egyéni és kollektív választások sokfélesége által adott. A szociológia a társadalom tudományokkal együtt mindenki egyfajta GPS-e lehet, mely biztonságosabbá teszi az eligazodást a jövő felé vezető utak labirintusáról. Szeretném, ha a Magyar Szociológiai Társaság tagjai az elkövetkező években kutatásaikkal, gondolataikkal, nyilvános megszólalásaikkal segítenék a magyar társadalmat abban, hogy ne veszítsen utat, ne tévedjen zsákutcába, ne ismételje meg a korábban élt generációk hibáit, hanem lépjen a szabadság, az egyenlőség, a testvériség útjára, mely a Bibó Szűcs Hajnal által megjelölt nyugati társadalomfejlődés útja. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy új paradigmákra, új kutatási irányokra, új együttműködési mintákra van szükség, amelyek alapja az elmúlt évtizedben radikálisan megváltozott társadalmi valóság. Itt Amerikában, ahol oktatási kötelezettségem miatt sajnos most nem mehettem Budapestre, nap mint nap látom és tapasztalom, hogy a mindenütt mindenki számára hozzáférhető internet milyen hihetetlen mértékű változást hozott a társadalmi együttélésben, a társadalmi szervezetek működésmódjában, a kulturális tartalmak létrehozásában és felhasználásában, az oktatásban, és nem utolsó sorban a politikában. Ezt a változást a szociológusoknak kell feltérképezniük. Kérem, hogyha megbíznak bennem, válasszanak meg újra a Magyar Szociológiai Társaság elnökének. Ígérem, hogy mint eddig, minden erővel azon leszek, hogy a magyar szociológia erősödjön és fejlődjön. Viszontlátásra 2013-ban.